Orbán Viktor személyesen mutatta be a felcsúti labdarúgás történetét feldolgozó Szerelem foci című kötetet. A könyv címe Szerelem foci a felcsúti Gödröstől a Pancsó arénáig. A kétkötetes mű a felcsúti labdarúgás első 100 évének történetét dolgozza fel. Egy olyan könyvet szerettünk volna írni, amelyik nem csak a sportról szól, hanem a községről, a kicsit néprajzos, kicsit olyan, hogy a falu történetét is megismerje benne az olvasó. Oláh János a könyvtár szerzője, a felcsút egykori játékosa, több mint fél évet töltött kutatómunkával. Rengeteg anyagot kellett összegyűjtenie, mielőtt Zsohár Melinda hozzákezdhetett az íráshoz. Úgy higgyétek el, hogy ebben a szövegben soha sehol máshol ezek nincsenek leírva. Ez nem jelent meg. Ezt mind elmesélték visszatekintésből, elmondásból, legendákból. Majd kettő nagyon rövidet fogok csak elmondani, ami benne van. Orbán Viktor miniszterelnök mindig is rajongott a labdarúgásért. Alcsútdobozon és felcsúton nevelkedett. Kortársaihoz hasonlóan gyerekként ő is arról álmodott, hogy híres labdarúgó lesz belőle. Végül az élet a politika irányába sodorta, de a rajongás mindig megmaradt mind a futball, mind a szülőföldje irányába. A könyv tartalma az leginkább bennünket fog érdekelni, vávölgyieket. A miniszterelnök nem árult zsákba macskát, de a könyvbemutatón azt is kifejtette, a kötet a magyar labdarúgás egészére nézve is általános tanulságokat hoz felszínre. Múlt nélkül nincsen jövője a magyar futballnak. Ha egy ország elfelejti a saját labdarúgó múltját, akkor nem lesz mire fölépíteni a jövőjét. Ugye a magyar labdarúgásnak egy nagyon sajátos fejlődés története van. Többször is megszakították az egyenes vonalú fejlődést mindenfajta események. Nagy Zsolt, Klein Hesler László és Sallai Roland mindhárman a magyar válogatott 2024-es Európa-bajnoki kerettagjai, és mindhárman felcsútról indultak. A Puskás Akadémia, amely mégiscsak a felcsúti futball folytatásaként szökött szárba, hogy három válogatott kerettagunk van a EB-re készülő válogatottban, és a tartalékok között is van egy Tóth Balázs nevű kapus jelölt, aki szintén a mi kutyán kölyke, itt nevelkedett a mi akadémiánkon. Tehát az első tanulság az az, hogy sohasem lehet tudni, a futball már csak olyan, hogy miből kerekedik egyszer csak egy nagy dolog. Például abból, hogy néhány falusi legény összeáll és alapít egy klubot, valahol ott hátul a falu túlsó oldalán, a Gödrösben, ahogy a Oláh János szerző úr és tiszteletbeli örökös kapusa az egyesületünknek ezt fölgöngyölíti és megírja. Emlékezni kell a szép és a hányattatott időszakokra is, hangsúlyozta a kormányfő. Tehát az ilyen megszakítottságokkal megterhelt futballmúltnál, vagy futballtörténelemnél nagyon fontos, hogy nehogy azt higgyék az új korszaknak a szereplői, hogy a régiek nélkül is boldogulhatnak, mert akárhogy is a 2000-es években, 2010 után talpra álló magyar futballnak az előzményei, azok bizony ott vannak a szocialista futballban, amikor még az Újpest, meg a Fradi, meg a Honvéd, meg a Vasas, meg az MTK voltak az ország zászlós csapatai, és az ő előzményük pedig ott van az 50-es évek aranycsapatában, az övéké pedig ott van a 38-ban VB döntőt játszó Zsengelér-féle nagy válogatottban. Végül a miniszterelnök arra biztatott mindenkit, hogy kövessék a felcsúti példát. Orbán Viktor bejelentette, a magyar kulturális kormányzat minden falut támogat abban a törekvésben, hogy megírja a saját labdarúgásának történetét. Felcsút eképpen is országos ügyé válhat.